Ismét a Rába folyó partján vagyok. Tegnap érkeztem csütörtökön délután. Most annak ellenére, hogy a helyet már felületesen ismerem, mert többször horgáztam rajta, sőt, fogtam már itt jó pontyokat is, annak ellenére elővettem a kis Deeper harradaromat, és ennek a segítségével próbáltam jobban megismerni a kiszemelt horgász helyeimet. Majd ezután megetettem a helyet, két külön helyet kerestem a végszerelékeimnek. Körülbelül fél kiló bojlit szórtam erre a két etetésre. 24 mm-es gigantikát, és kicsit most kiegészítettem egy két lapát tigris mogyoróval. És vártam, és nem kellett sokat várnom, még világos volt, egy ilyen hatalmas loccsanást hallottam, és néztem, hogy mi ez, és láttam egy gyönyörű szarvasbikát, úszott keresztbe állt itt a Rábán előttem, kb. 80 méterre. Ezt egy óra alatt megismételte háromszor is, úgyhogy megint csodás élményeket kaptam. Úgy gondolom, hogy ez azért minden vizen ez nem történhet meg. Úgyhogy pont az ilyen dolgokért is szeretek ide járni. És besötétedett, vártam a kapást, de egy-egy csippanáson kívül semmi extra nem történt. És akkor reggel, mikor pirkadt, már volt egy húzós kapásom, és sikerült fognom egy nagyon szép tőpontyot. Ezt a tőpontyot a tavaly évben egyszer megfogtam már. Ő volt itt a Rába folyón a legnagyobb pontyom eddig. Akkor volt 19 kg 40 deka, ha jól emlékszem rá. Akkor is gigantikával fogtam. És most átlépte azt a bűvös 20 kilót. Kicsivel később fogtam még egy kisebb kis tükörpontyot, neki is nagyon örültem, legalább egy kis akció volt. Megfogtam még négy domolykót. Ez a négy domolyko, ez a mai nap jött. Ugye még csak kora délután van most is, úgyhogy nem vagyok itt 24 órája sem. Fogtam négy domolykót, kettő pontyot, tehát eddig sikeresnek mondhatom a horgászatot. Láttam egy szarvasbikát, háromszor keresztbe úszta Rábát előttem, úgyhogy minden oké. Van még egy éjszakám, de akár kettő is, mert ugye vasárnapig maradhatok maximum, de lehet, hogy már holnap hazamegyek. Aztán, ha történik valami, akkor majd megosztom veletek.
egy tanácsot szeretnék csak adni nektek. Nekem feltűnt, hogy augusztus végén és szeptember elején itt a vizek partján, pláne a léjárok, itt rengeteg lódarázs jön, megy, él, repked. Ott mögöttem abban a fának a szárába is élnek darazsak. Egész nap kibe jönnek, repkednek, de nem bántanak. Az feltűnt, hogy az első nap azért érdeklődtek felém, mert körbe repkedtek jó párszor. Gondolom felmérték, hogy mennyire vagyok veszélyes rájuk, de rájöttek, hogy nem igazán kell tartani tőlem. Úgyhogy ők se bántottak. Ami a mondatomnak a lényege az, hogy ezt is észrevettem, hogyha az éjszakai órákban esetleg halat kell fárasztani, vagy csalizni kell, és a fehérfényű fényforrásomat használom, akkor pár másodpercen belül az arcomban vannak. Elég ijesztő, de ki lehet őket nagyon könnyen védeni. A fehérfényű lámpa fényt én vörösre szoktam kapcsolni, és egyből megszűnik a repkedésük, vagy támadásuk, vagy érdeklődésük, én nem tudom. Nem szoktam kivárni, hogy mi fog történni, hanem okulva, meg tanulva a tapasztalataimból egyből átkapcsolok vörös fényre. Már úgy megyek a botjaimhoz is, tehát úgy készülök az éjszakai élethez itt. És ezt javaslom nektek is, hogy ne érjen kellemetlen meglepetés benneteket. Sikerült egy gyönyörű kincset fognom ebből a folyóból. Régóta ilyesmi arra vágyakoztam. Most sikerült. Nem a mérete fog itt sem dominálni, hanem majd meglátjátok, gyönyörű. Hát mutatom is. Ezt nézzétek. Na gyorsan engedem is szabadon, hadd ússzon. Sziasztok!